Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Búcsúzz el a félelmektől, a bizonytalanságoktól a szerelmi élet területén. És hogyan tovább, mi történik nálad, ezt megnézzük most ennél a szerelmi jóslásnál. Itt látható a levegő eleme, itt lesznek változások, lesznek beszélgetések, tisztázódik valami. Itt ez a kígyó jelenthet egy mellékutat, vagy jelentheti a gyógyító erőt, hogy lezárjátok a félelmeket és a bizonytalanságokat. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, aki beszélni akar veled. Itt lesz egy fontos hír, ez lehet egy szerződés is. Itt látható ez a férfi, a lelki társad, persze jelenti a férfiakat is, hogy lesz egy hír tőle, beszélni akar veled, de úgy mellék utakon közeledik hozzád. Nála vannak még problémák és nehézségek, ezt neki meg kellene oldania. Az is lehet, hogy ez a kígyó még a társnője, és ő le akarja zárni ezt a kapcsolatot, hiszen a hegy jelenti ezeket a dolgokat, ami nyomasztja őt, a problémákra utal. Itt a gyermekek jelenthetik a gyermekeket is, de jelent egy új kezdetet, amikor ő lezárja ezt a kapcsolatot, lezárja a problémákat, vannak itt tervek, lesz beszélgetés, és egy új kezdet. Itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek segítenek eltávolítani ezt a hegyet, tehát mindazt, amin ő töpreng a problémákat, és az egerek el tudják a kígyót is, ezt a hölgyet is távolítani. Persze az egerek jelenthetik azt is, hogy ő fél attól, hogy az egerek téged távolítanak el, tehát nem akar elveszíteni téged. Vannak félelmek. És pontosan ezeket a félelmeket kellene lezárni, és tényleg itt van ez a sarló, és segít az is abban, hogy a bizonytalanságok, a félelmek elmúljanak. De jelenti azt is, hogy bizonyos dolgok olyan hirtelen történnek, amikor nem is számítasz rá. Nézzük tovább a kártyák jelentését, és itt kisüt a nap, tehát tisztázódik valami. A nap jelenti azt is, hogy megvan a vonzalom kettőtök között, megvan ez a kisugárzás. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a kép jelent mindent, ami mozog, tehát lehet egy autó vásárlása, lehet sport is, esetleg jelenthet egy másik férfit. Itt a halak jelentik az anyagi dolgokat, itt lehet egy munkahelyi szerződés, és lehetnek változások, a nap jelenti akkor a sikert. Itt a kártyák azt is jelenthetik, hogy a pénz útban van hozzád. Esetleg lehet egy munkahelyi változás is. Itt látható a nyilvánosság, megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged, adja a lehetőségeket is, hiszen itt kinyílik egy kapu, és ezek lesznek a lehetőségek valamin változtatni, hogy ő közeledjen hozzád, ő nyissa ki a kaput, hiszen itt megjelenik a kulcs is, és ezzel a kulccsal
ő ki tudja nyitni ezt a kaput, és ez egy találkozás, vagy azt is jelentheti, hogy tervez együtt veled valamit. Itt a kulcs jelenti a magabiztonságot is, és ez a magabiztonság adja az erőt számodra is, számára is, hiszen fontos ez a bizalom. A könyvek utalhatnak a tudásra, vagy egy továbbképzésre is, de jelenthetik az ő zárkózottságát is, de itt megjelenik a hűség, tehát megbízhatsz benne, és a nap azt jelenti, hogy kimondja az igazat, itt is bizalomról van szó. Tehát itt meg lesz a könnyűség, megvan a vonzalom kettőtök között, a gyógyító erő, ez a kártya utalhat egy hölgyre, itt még van kapcsolat, de ez lezárul, mert számára ez nagyon nehéz, itt lesz egy új kezdet, az egerek és a sarló segít mindezt lezárni, a múltját, vagy ezt a kapcsolatot, megvan a vonzalom kettőtök között, ő közeledik hozzád, kimondja az igazságot, pénzügyi dolgokról is szó van, az is útban van, itt van a siker, itt megvan a hűség, vagy a barátságok, a tudás, a tanulás, de jelentheti jelenleg még a zárkózottságát, de hamarosan használja ezt a kulcsot, kinyitja ezt a kaput, nyitott lesz tervekről beszélni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!